Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Bábel Ákos vagyok, ez pedig a csomagot kaptam 7-es részének a harmadik felvonása. Gyakorlatilag elérkeztünk az utolsó dobozunkhoz, melyet itt láthattok előttem, ami a legkisebb doboz volt a videósorozaton belül, és szerintem a legtartalmasabb lesz, ezzel is azért elveszünk egy kicsit. Mint az első, illetve a második részben említettem, ez egy különleges videósorozat lesz, egyrészt azért, mert ugye szétvágtuk a tartalmakat, másrészt azért, mert most újra, vagy visszatérőleg ilyen Prologic termékeket fogunk megnézni, vagyis néztünk meg, illetve ebbe is az lesz, nem árulok el nagy titkot. Volt egy kis cégtörténet, illetve a különlegessége még az ennek az egész sorozatnak, hogy itt a felvételek mikor készülnek, akkor a TikTok platformon ezt a nézők szemmel követhetik. Tehát a kamera mögött egy másik kamera, ahonnan élőben lehet nézni ezt a forgatást, illetve annak a készülődéseit, előkészületeit, folyamatait, és ez egy ilyen tök jó és új dolog. Úgyhogy ha unatkoztok, illetve kevés a YouTube, akkor gyertek fel TikTokra, ott egy egész jó kis brigád összejött, már ott szoktunk beszélgetni mindenféle témákról, horgászunk, nem horgászunk, segítjük egymást, illetve megosztunk egymással mindenféle tapasztalatokat, illetve tanácsokat, és akkor ott is beszoktunk jelentkezni, úgyhogy gyertek csak nyugodtan. Szóval visszatérve a dobozunkra, előttem van a harmadik, ezt fogjuk most kibontani, nem is ragozom tovább, gyertek, mutatom. Kezdjünk akkor egy kiegészítővel, Waterproof Sting Baggel. Ez egy szagmentes, illetve vízálló zsák, amiket például merítőhálóra, illetve egyéb olyan eszközökre belehúzására lehet használni, amelyek ugye vizesen kerülnek eltárolásra, vagy esetleg a szagokat kellene vele kicsit meggátolnunk, úgyhogy ez erre való. Kijjebb bontom egy picit, mert kíváncsi vagyok rá. Nekem ebből egyébként van egy régebbi szériásom, de az, megmondom őszintén, elég szűk. És én a publikált anyagokból egyébként úgy vettem ki, hogy ez egy picit bővített variáció, tehát sokkal több minden elfér benne, kompletten egy merítő szák is akár, illetve annak a fejrésze, a háló része, a nyelei, a lebegtetője, minden. Igen, azért ez valóban egy kicsit nagyobb, illetve ez akár lehetne szurkolói sál is. Nem rossz egyébként. Jó pofa, ez a klasszikus zöld színbe, szóval a másik kb. Fele ekkora, abban elég nehézkesen fér bele már csak a háló, vizesen, a merítőhálónak a háló része úgymond, de ebbe szerintem nyíllel, lebegőszivacsal, cuzánben minden bele fog férni, úgyhogy ez egy jó nagy, ez a második szériás ilyen bűzzárós merítőhálótartónak hívanám én ezt inkább hivatalosan, tehát ő lesz az első termékünk, amit hoztam. Anyagát tekintve egy ilyen, hát ez egy ilyen nagyon durva vastag ponyva anyagból van, illetve van egy ilyen tubcsatokkal rögzíthető része, ahol le tudjuk zárni. Nagyon jó szolgáltat tud tenni vizes merítőháló esetén. Akkor nézzünk egy kisebb dobozt, méghozzá a Prologic Tackle Organizer est. Ebből egyébként én használok nagyokat, Tackle Organizer Box XL-nek hívják a nagyméretűjét, de ebbe ugye a kicsik vannak benne, tehát az alapból a doboz is kisebb, és gyakorlatilag ebben nincsen előke tartó, illetve ami látható, hogy 4 darab ilyen apró cikkes kis tároló doboz található továbbá benne, 23,5x20x6 cm magas ez a doboza, tehát ő lesz a Organizer S-es méretben. Aztán egy Prologic C-Series Pro kapásjelző szett, méghozzá 3+1+1. Tehát ugye ez az a szett, amihez található, vagy pontosabban a csomagban van egy lámpa. Az éjszakai fények, amik rajta találhatóak, azok ugye mindegyik kapási ezének a saját színében fognak világítani, illetve mindegyik LED ejtős kapásnál fehéren fog világítani, de ezt úgyis meg fogom mutatni egy közeli unboxingos videóban is. Szóval ő a C-Series Pro, ami a C-Seriesnek a tovább gondolt változata, egy 2023-as újdonság. Most már azért jócskán benne vagyunk a 23-ban, de hát ha még nem késő. De azért biztos benn marad a palettában. Szóval ő lesz a C-Series Pro-nk egyéb iránt. Aztán rögtön meg is ragadnám az alkalmat vele kapcsolatban, miszerint ennek a lámpának van egy kicsi köze hozzá, ugyanis ez a lámpa már benne van a szedben. Én egy ilyet szerettem volna mindenféleképpen külön, lehet egyébként kettőt is hozzá, mert ez egy vevő, mint úgy funkcionál, többet is hozzá lehet tanítani egy szedhez, nem feltétlen kell a sátorba belenni, lehet ennek sátron kívül is lenni, és ott is jó szolgálatot tud tenni, ugyanúgy USB-vel tölthető, mint ebben lévő társa, tehát ez is egy USB-s lámpa, ami a C-Series Pro setben található. Aztán most már csak igazából három termékünk van hátra, három darab, ami egyforma, és azért ez egy jól ismert dolog, erről tudtam, hogy érkezni fog, ezt úgymond én kértem. A Prologic kínálatában ez egy ilyen egyedi termék, nagyon-nagyon szeretem és nagyon jó. Nem fogom nektek kibontani, de van már egyébként publikálva a YouTube csatornámon a Windblade-ről működési elv. Ugye azt tudjátok, hogy a láncos, illetve a merevkaros stringernek az ötvözete tud ő lenni egymagában. Az itt lévő csavar lazításával, illetve felkeményítésével láncos, illetve merevkarú stringer változatok közül a benne lévő spirálrugónak köszönhetően ez a két változat közül választhatunk éppenséggel időjárási körülményektől függően, hogy mire van igényünk. Gyors csatlakozóval van ellátva, a fejébe bele lehet tenni egy világító patront. Tehát ez egy viszonylag régebbi termék, biztos sokan ismeritek, de idén úgy gondoltam, hogy a rottpodon ők lesznek rajta, valószínűleg egy picit megspékelve, de erről majd úgyis láthattok videót. Más nem is volt a csomagunkba, így van. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy megtekintettétek, illetve annak, aki ezeket küldte, hogy meg fogom tudni ezeket mutatni nektek, illetve tudom őket majd használni. Ez volt a Csomagot kaptam 7. része, pontosabban, már egyébként itt tartunk, és azon belül is a harmadik etap, hogy így mondjam, ugye szétszedtük ezeket a videókat. Az első részben láthattátok a széket, amin éppenséggel itt ülök, a második részben láthattuk a Inspire Unhooking Method, gyakorlatilag a bölcsőjét, illetve a mérlegelőjét, halvisszáengedőjét. Újra megragadnám az alkalmat, hogy mondjam, a TikTokon mindig fönt vagyunk, szinte napi bejelentkezéseink vannak élőbe onnan, mint horgászatokról, mint pedig ilyen baráti beszélgetésekről, úgyhogy gyertek oda is nyugodtan, ott is meg tudtok minket nézni, de marad a fő szempont a YouTube, illetve az unboxing csomagok. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, illetve megnéztétek ezt a videósorozatot. Köszönöm szépen a kamera mögött lévő srácoknak, hölgyeknek, uraknak, akik most jelen pillanatban live-ban nézték ezt az egész forgatási ceremóniát, itt az egész nap, amit eltöltöttem. Betekintést nyerhettek azon követők, akik rámentek erre a platformra, és láthatták, hogy zajlanak ezek a forgatások, beszélgettünk egy picit, stb. Úgyhogy nekik is köszönöm mindent, hogy megnézték, illetve nyomon követték ezt az adást. Ha ilyen vagy hasonló videókat szeretnétek látni, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, melynél, hogyha megnyomjátok a csengőt, akkor értesítést is fogtok kapni róla, és akkor nem fogtok lemaradni a következő részről. Én hamarosan jövök ezen termékek unboxingjával, addig is sziasztok!